Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok, és ez itt a Crusader Kings 2 északi VR következő része. A legnagyobb, hogyha emlékeztek, Jolandával felnőttünk és átvettük a hatalmat, és fölvettük a katarizmust. Ez az a probléma, amire nem jöttem rá korábban, hogy nem lehet vele szent háborúzni, hogyha csak nem katar tartományokat foglalunk vissza, vagy ha nem leszünk szent háborúk áldozatai magunk is. Úgyhogy valószínűleg keresünk egy másik rednegséget, és próbálunk is fabrikálni egy jogot a rend tartományára, egyébként valamire elkezdtem megjönni az Ortodox Britanniában, mert keresztény eretnekség. Na mindegy! Tehát megpróbálunk lőni magunknak egy fraticelli tartományt és fölvenni vagy azt, vagy esetleg lőni egy valdás tartományt, hogyha találunk. Úgyhogy, mivel háborúzni nem tudunk, én nem mondom vagyok, hogy ebben a részben kicsit több vágás lesz, mert leginkább üldögelni fogunk egy helyben. Úgyhogy visszatérünk, amikor történik valami, igen, és a férjünk Balduin éppen próbálja visszafoglalni Atrit. Nem tudom, miért támadta meg a császárt, amikor 5000-rel kevesebb embere van. Valószínűleg azért, mert Zemmi hülye. Szóval visszatérünk, amikor valami érdekes történik. Ahó! Az Ilhánok kagánya, Elligedei, fölvette a fölvette az iszlámot, szunita lett. A mongolok közben gondolom, hogy mindig tengristák. Igen, még mindig tengristák, és éppen függetlenség jelbrúban védekeznek, és most már nyerésre állnak. Legutóbb jól emlékszem, még vesztésre álltak egyébként. Lehet, hogy mások álltak vesztésre, mindegy, emlékszem, hogy valamelyik mongol vesztésre állt. Ó, és Etikó elvesztette a karóba húzót. Ez Impaler, ez egy 5-ös szintű láncsa egyébként, ha jól emlékszem, nem 3-as szintű láncsa, mint a kardunk. Úgyhogy jó, hogy az ilyeneket úgy elveszti, mert a röklés. Na mindegy. Oké, lehet, hogy tudunk magunknak lőni egy szeretőt, ami nem lenne túl nagy probléma, már született azt hiszem két, igen, már született két fiunk a férjünktől. Jó. Azért reméljük, hogy nem leszünk terhesek. Nem akarok feltétlenül fattyakat. Jó, én nem mondom, hogy elmegyünk zarándokolni, amíg fabrikálódik a jogunk. Mármint amíg random esély van, hogy valamikor egyszer csak kapunk egy jogot arra a tartományra. Menjünk Jeruzsálembe. Most foglalták el ugye a katolikusok, biztos örülni fognak nekem, de egyébként már éppen elvesztik a királyságot, mert a többi keresztény nem védi meg soha Jeruzsálemet. Mert mégis miért kéne megvédeni a keresztes államokat, nem mintha valaha lett volna ilyen. Jó, férjünk a régensünk, már nem. Most már Amori. Amori a szemtelem. Jó, azt hiszi, hogy a királynő értelmesen házasodik, úgy néz ki. Próbáljunk meg nem tuberkulózist kapni. Remélem nem kapunk, nem kaptunk, remek. Ó, remek, fáj a fejünk. Legyünk nagy lelkűek. Remélem, hogy ez nem ilyen permanens tünet. Kezelést kérünk az orvosunktól, távkezelés. Jéééé, fanatikusok lettünk. És hazaértünk, remek. Kinezzük újra a férjünket régensnek, bár nem ő lesz a régens. Apropó, kéne egy tábornok, te jó lesz, amikor elhagyod a váradat. És Balduin kinevezzük régensnek. Miért bujkál mindenki? Mi tört ki? Ja, semmi, konkrétan táborigáz van valahol a Balkánon. Már se közelíti akármelyik hűbérsem udvarát, de mindegy. Ó, influenza! Ebből nagyon kigyógyulunk azért. Oké, okay, van egy nagyon divers keresztény andalúz hercegnőnk Athénban, aki összeházasodott egy szunita muszlim bolgárral. De még egy korábbi fiától, aki egy korábbi férjétől, aki egy aleman volt, született két lánya, aki közül az egyik jelenleg az örökös, aki összeházasodott egy genovai katarral. És ő kérje, hogy adjon neki egy hűbérest. Jó, megkapott, have fun. Jó, és reméljük, hogy tudunk eretnességet váltani ezekkel az eseményekkel. Közben egyébként nem kapok semmi eseményt az orvosomról. Lehet, hogy bebagoltak tényleg a betegséges események ott valamelyik 2-3 részsel ezelőtt kb. Ugye azóta vannak ezek a permanens tünetek, meg mindenféle hasonló tulliát, neveljük etiketre. Baldomi mindent kapott egyébként Marshall skillen kívül. Oké, okay, elmúlt influenzánk, hála az égnek. Tehát ez zseniális. Ó, megtalálod minket a kalifa. El akarja követelni az egyik tartományot, nem szent háború. Sajnos. Na mindegy. Kalifának van 30.000 ember, nekem van 110.000, és nem állok hadban senkivel. Tehát már ott tartunk, hogy az Emi már nyers számokat sem tudja felmérni, eddig legalább az menne ki. Na mindegy, a leoni és kasztíriai hadseregeket felemeljük. Kasztíri ugye egy kicsit kicsi manapság. A kasztíriaiakat egyesítjük a szicíliaiakkal. És elhozzuk a férjünk hadseregét?
Az még 20 ember magában. Egyesítjük a karintiaiakkal és szicíliaiakkal. Valamiért a karintiai nőszemély tartja Cetinát. Azt hiszem, én neki osztottam ki. Jelen, ti jöttök ide. És ti jöttök ide. Jó, pénz, az mindig jól jön. Azért gyűjtöm egyébként a pénzt, mert a jogok is... az, hogy mennyibe kerül egy jogot koholni, az úgy szintén azon múlik, hogy mennyi az éves bevételed. És valószínűleg rohadsóba fog kerülni, mert nagy a bevételünk. Ugyanem mi a logikája, azt nem tudom egyébként. Drágábbak le lehet hamisítani ezek szerint, hogyha sok adóbevételed van. Jó, hozzuk el a fegyveres kísérletünket, zárít csapatainkat. Ja, itt házasodgatunk. Az első lányunkat, Valentinát. Jó, szerencsére jó magas a techünk, ugyebár szóval sok egységet, sok embert el tudnak tartani a tartományok. Megérkezett a félelmetes 2500 fős első támadósereg. Negyedet van itt 27 emberünk. Ez kicsit sok. Ezzel a 20-zerrel elmegyünk és leverjük őket. Vezesse a sereget a... másik három legjobb tábornokom. Ezt a sereget fogják vezetni a legjobbak. A legjobb veszti a derékadat. És őket be fogjuk állítani egy tartományra a célponttól. Nem látom, hogy merre van a kalifa. Valamikor talán befut. Ahaha, mi készül itt. Á, oké, ezt már át akarnak menetelni a másik tartományon, de nem. Plovdivot végre el tudom bitarolni, jéj! Szalud Zoe Balduin! Tiet Plovdiv! Ott van egy kalifai birtok Negroponten. Oké. Okay. És az ellenség gyáva módon menekül. Egyébként, tehát ez a hadsereg akkor, mint a kalifa teljes hadsereg, hát nem tudom, hogy mire készül. Na jó, most már van vagy 35 000 embere. Most már csak háromszor, nem most már csak 4-szeres túlélőben vagyok vele szemben. Na mindegy. Mongolok újabb háború. Ezúttal a hinduk vezetik a lázadást. Megut akarják, ó, tehát ez a fickó maga akar trónra kerülni. Jó, és Kolumba nem fog pártokba lépni. Új tábornok kell, te jó leszel. Ne legyél kegyetlen. Ja, én lettem volna kegyetlen, én sem legyek kegyetlen. Végül is igazam van még mindig. Fuck, oké, okay, Bertoltot elhozzuk onnan. Mi az, megjött a tél? Valamitől event supply limit, yay! Lehet, hogy elnéptelenedett a tartomány a csatától, nem tudom. Legyél büszke inkább, mint bátor, oké, okay, bátor lett. Legyél beszédes. Azért lett volna jobb a büszke, mert ugye nő nem fog hadsereget vezetni. Nem akarjuk elveszteni a fanatizmusunkat. Nem mész oda. Úgy. És a kalifa első félelmedes seregét leverjük. Horvátországban lázadás tört ki a férjünk ellen. Férjünk alig van embere, mert a császár leverte a seregét. Állj le! Tartom neked egy szívességgel börtönben, majd meghaltál csá. Zseniális ez a mechanika. Na mindegy. Jó, ez hasznos ez a trade, szóval tartozzunk neki egy szívességgel, miért ne? De arra ott is lemorzsolódunk, na mindegy, kisétálunk onnan. Arra meg egy parasztázadás. Már csak ez hiányzott. Görög. Katarok. Oké. Okay. Nem tudom, mi keresnek itt a szászok. Ezek ugye a vendoszászok. Olyan, mint a horvatok, mint a kroatofrankok. Na jó, ne, ezek legalább megszerezték a de jure területet, még mielőtt kikiáltották volna.
Az egyik szeretőnk, ennyi az egyik szeretőnkről, ez van. Mi vagyunk Hűtlen Jolanda. Nincs betiltva az országon kívüli öröklés véletlenül a király és az egész császárságban. De az kellemes. Na mindegy. Ó, neveljük közben a feudális ügyvédségre kivetett terheket. Megteheti most mindenki imád minket. Miért vannak itt a szászok? Ó, semmi értelme sok, csak úgy itt vannak. Zseniális. Miért? Ó, segítenek a császárnak a... What? What? Na várjunk, valaki egyébként akarjuk rohanni az uplandia kráb inváziónak a szászokra, de... A szász nagyfőnök a kalifa szövetségese. Ja. Szerintem erre nem kell mondanom semmit. A divers szövetségek. Hol van viszont a kalifa? Hol van a hadserege? Ott megy 6000 ember keresztül a szarrán, ott jön 10000 ember keresztül a szarrán. Igazából végig sétálhatna a part mentén az én tartományaimon. Ott legalább el tudná magát látni, mert nem az összes sivatag. Na jó, csak a felük. Jó, legyőztük a szászok hatalmas hadseregét. Hogy kerültük a szászok Athénba? Fucking Vidukind. Tudta volna, hogy mindvégig igaza volt. Jó. Már egy rakás pénzünk van, ami egy kicsit nagyobb, mint egy kupac pénz. Szóval én amondó vagyok, hogy ebből a pénzből befektetünk, és felépítünk Provence-ban két egyetemet. Két kettes szintű egyetemet. És fejlesztjük a Tarasconi templomot. Én divádom, hogy ahhoz, hogy építsék egy katedrális, először építened kell egy nagyon szar templomot. Ez nagyon logikus. Ahogy ti menjétek át az Elplon tartományba, mert most már megint magasodt a supply limit. Ugye pedig gyertek át ide, amikor ők már elkezdenek odaérni. Most, úgy. Hubert, belőled is tábornokot csinálunk, mert erős vagy és hozzád az megy. Neked én mindig nulla a base marshal statot. Ez zseniális. Na mindegy. Miért is lenne tábornok valaki attól, hogy kiskorától fogva táboron nevelem, az teljesen logikátlan lenne. Kinevezzük ennek a csernek a balszárnyára Guidót. Oké, lejjebb ment supply limit, nem tudom mitől. Valamitől lejjebb ment. Vagy nem láttam elnéptelenedve is, hogy is hívják a térképen. Sprite-okat nincs elnéptelenedve. Nem tudom. Jó, a kalifa végigról mozta az egyik tartományon, mert ugye ilyen érdekesek az ostromok a játékban. 10000 fős hadsereg semmit... Egy 10000-es hadsereget nem tud megállítani semmilyen erőd. Mint az Barbarossa Frigyes nyilván megtanulta. Jó. Nem érik őket utal. Itt. Ó, visszajönnek. Oké. Megvárjuk, hogy ide érjenek. Ez a kicsit sem nyilvánvaló hadicsel, amire itt éppen készülök. Jó, jó, Stuart lett a nőszemély. Az egyik lányunk nőszemély. Jó, befutott az ellenség, megindulunk. Egyébként hegyekbe védünk, tehát valószínűleg megnyerjük a csodát így is. Bár jó tábornokaik vannak. Nem tudom, hogy állnak nyerés, amikor minden szinten erősebb vagyok, mint ők főleg techben, de mindegy. De így szétverik őket, konkrétan. Na ez ugye a kalifa hadseregének a fele volt. Veletek kimegyünk a parra, veletek elmegyünk oda. Ahol nem veletek, ami azt jelenti, a kisebb sereggel elmegyünk és visszafoglaljuk a tartományunkat. Tudom, lemorzsolódunk, de ez van. Ó, remek, ott is bevet egy templomot. Ez egyértelműen releváns ábrú az. Fél Afrikával odaig megszállt valamit. Nem is a fővárosomra megy, vagy nem is fontos tartományaimra, random grófságok Afrika közepén, és ebből kap 24% warscore-t. Még négy ilyet megszáll, és megnyerte a háborút, és nem tudott csinálni semmit. Na mindegy.
Pár gyors roham. És nézd, ez a 200 főbe kerülő hatalmas katonai siker, ez úgy 20% Warscorter. Na mindegy. Tiziana a legokosabb lányunk, talán neveljük őt is Stuartnak. Legokosabb lányunk, legokosabb gyerekünk. Még mindig nullás a base marshal statja a fiunknak. Ó, nézd, egy egyedi dinasztia, kaptak egy grófságot. Draungauban. Litvánia még mindig független. Ó, a mongoloknál még egy... Nem, ez még a legutóbbi lázdás. Kadag nyerésre áll jelenleg, valószínűleg meg fogja nyerni. És hogyha egy kicsit tudják pacifikálni a birodalmokat, mert ugye az emberhez full sötét, akkor talán le tudják rolni Kijevet és Litvániát. Írország újra független. Hatalomra került újra az Uanneil Noigailak ház. Hogyan? Elfoglalták a franciáktól. És lecsukta a fickó egyik hűbérese, és jelenleg a franciákat támadja Kent. Franciaországért. Oké. Okay. Van nekem egy 9 éves fiam, akinek nincs felesége. Elegyezzük a Kenti király első lányával. Szövetséget ajánlok a Kenti király... El akarom foglalni neked Franciaországot, te istenverte szerencsétlen barom! És ez még nekem kell őt lefizetnem. Nem tudnám felajánlani, hogy segítek neked, nem hozzá először szövetség elvesztett a háborút. GG. Mert elfogták. És ezzel elveszik a jog is. Na mindegy. Még mindig nullás a base marshal statunk. Jó, ez a hatalmas győzelemben 58 főt vesztettem, ez 6% Warscortert. Menjünk át és szálljuk meg Vaddan létfontosságú tartományát. Az egy kastéllyal és egy templommal. Szerintem ez a teljes lakossága a tartománynak. Jó, az már keményebb lesz, itt elveszünk legalább 1000 embert. A 120.000-ből. Jó, elvesztettünk 1100 embert. Itt pedig 100-at, tehát 1200 emberért növeltük 9-el a Warscort. A 120.000 emberünkből. Jó, a kalifa megint hadsereget küld, de még a kisebb seregemmel sem bírnak el magukba. A rohadt életbe! Jó, egy kicsit bezárkózunk filozofálni, mármint meditálni, közben a férjünk régenskedik. És szétverik azt a kalifai hadsereget, ami ott ellenostromolt minket. Jó, vége a régenségnek. Elvesztjük a... Melyiket veszítsük el? Elveszítjük a lustaságunkat, és talán nem lettünk szorgalmasak. Oké, okay, de elveszítettük a lustaságunkat, ez jó. Kapunk egy rakás pénzt. Hogy nyeri meg ezt a csatát? Szarab tábornokok, szarab tech, szarab kisebb hadsereg, de valahogy megnyerte. Ja, tevék, ez egy rohadt zsoldos hadsereg, tele tevékkel. Zseniális. Jó, akkor. Hozzuk a fegyveres kísérletet. Megnézem, hogy a normál lovagjaimmal hogy bírnak el a rohadt tevei. Ezek zsoldosok, ugye? Ja, ezek zsoldosok mind. Onnan lett hirtelen 10.000 fővel nagyobb hadsereg, amikor megtámadott minket. Akkor arra számított volna, hogy zsoldosokkal fog nyerni? Nem, mert van 4.000 pénzem, tehát az... Több zsoldos tudnék fölvenni, mint ő. Na mindegy, az elmég valami úgy döntött, hogy engem le tud győzni. Ó, eltűntek a tábornokok, ó, megérkeztek a tábornokok, befutott maga a kalifa. Darth Vader. A bödönnyében. Jó, megfutamítottuk a derékadat, úgy látom megöltünk egy tábornokot, mert összeomlott a moráljuk, és megnyertük a csatát, GG. Vesztettünk néhány embert, ők egy kicsit többet, és elfogtunk egy random bárót. Meg az egyik random udvaroncot. Jé, ki vagy végezve? Ó, egy perzsa. Azok ott valahogy a kalifának tartoznak hűséggel, oké. Okay. No comment. Gyors roham, megnyertük háborút, köszönjük szépen, kérem a pénzem, GG. Levonjuk a hadsereget, levonjuk ezt a hadsereget, az állandó csapatainkat feldobjuk a hajókra, és hazavisszük őket, és reméljük, hogy elkészül valamikor az Isten verte claimünk.
Kiküldjük a fickót. Van jobb diplomatám? Nincs. Kiküldjük újra, hát ha bagos vagy valami. Mert amúgy jó nagy esélye van, hogy megcsinálja a jogunkat, de mindegy. A bürokratikus reform. Sikeres volt, Brace-ben. Oké, Szicilián úgy látom, hogy megdöntötték a királynőt, már nem úgy. Ja igen, a királynő elvesztette a trónját és örökölt Szilveszter, a királynő nagybátyja. Szilvesztert kinevezzük kémmesternek, mert nyafog, hogy nincs a tanácsban. Jé, már nem nyafog. Kancellárunk elkapta a vérhas és meghalt, kinevezünk egy új kancellárt. A férjünk még mindig diszlojális valamiért. Nem tudom, hogy miért. Na mindegy, Rosalindot kinevezzük kancellárnak. Rásajnos, hogy elkapjuk az opinion modifiert, mert nő a rohadék. Menj és fabrikálj nekem jogot. Ó, és vége a mongol lázadásnak. Nézd, még egy mongol lázadás. Oké, kicsit lefajtunk, de szerencsére pont autószé után talán februárban. Szóval, ja, megy a nagy mongol ellenlázadás. Már megint. Ó, még egy lázadás? Nem. De. Ó, vége, oké, GG. Egyébként, mongol emmi. Tehát, itt van a mogul kánság. Közép-Ázsiát, ahol Novgorodig terjed. A mongol horda 3000 főt számlál. 3000. Horse Lords DLC. Oké, a tűzszünetünk lejárt a császárral, és szinte lejárt a Holy War cooldownunk. A császárnak valahogy van 30 embere, nem tudom, hogy szeret össze ennyit. Na mindegy. Aranynak sok embere van, viszont ugye a férjünk kudarcot vallott itt a vallási visszafoglalásban. Mi nem fogunk. Legalább használjuk fel valamire ezt a katarizmust. Ó, többet is tudnék támadni. Vannak rajnai protagrósában is katarok, Barban is, Badenben is. Oké. Menjünk egyedülre Atrira. Összehozzuk a férjünk hadseregét és karintiai hadsereget. A karintiaiakat elviszük egyesülni a szicíliaiakkal, ami azt illeti. És szintén a szicíliaiakhoz hozzuk a kasztíliaiakat. Jó, a férjünk hadseregét egyesítjük a saját fegyveres kísérletünkkel, és ezzel fogunk ténylegesen harcolni a császárral, a másik hadsereggel inkább ostromlunk. Jó, kinevezzük a fegyveres kísérletünk élére a tábornokat. Hány ember van így a császárnak, hogy megtámadtam? 35 000, nem sokkal több. Pedig ezzel kap egy jó nagy opinion modifiert, úgyhogy ha pogányok, mert hogyha nem az ő vallása, oh yeah! Hogyha nem az ő vallásában lévők, megtámadják Szent Háborúban. Mert az ő vallásában lévők nem tudják. Akkor fabrikálj ilyet Nántra is, ha már ott vagy. De a lényeg megvan. És mivel a katolikusok erkölcsi fenntartósága, mert a vallási fenntartósága szinte nulla, na jó, már nem. De mivel még mindig pocsék, talán nem is fogják áttéríteni. Jó, megvan a két elsőszülött lányunk. A két elsőszülött lányunk, igen. A két első lányunk házassága. A fiunknak, Balduinnak adunk egy nevelőt, egy másikat, valakit, aki nem mi vagyunk. Nincs senki az udvaromban. Balduin. Van egy jó tábornok az udvarodban, aki... Először ki kell neveznem a fiamat. Van egy jó tábornok az udvarodban, aki felnevelhetné a fiamat? Szlavóniai Balduin. Jó. Nevelje ő a fiunkat, ő jó tábornok. Kit akar megölni a férjem? Ne akard megölni Fulkot. Fulk van Nikájában. Leudó meg akart ölni a férjemet és le kell fizetnem. Lefizetjük, hogy megint leálljon a rohadt tervével. Egyébként furcsa, hogy nincs ilyen állj le különben lecsuklak bam meg gomb. Na mindegy. Ezt a 9000 emberünket elviszik ostromolni a szomszédos tartományt. Jaj, még egy szerető. Bosznia örököse. Egyébként azért fabrikáltatok Nántra, mert ha egy királyság, vagy hogyha egy célpontra két jogod van, akkor el tudod tolni a kettőt egy háborúban, ugyebár. Tehát hogyha már megtámadjuk őket, miért ne foglaljunk el még egyet, ha megtehetjük. Jó, a császár közben totális háborút vív a pomeránokkal, ezért ez egy tartományér. Igen, de amúgy megint csak ez, hogy neki jobb kornája van, mint nekem. Hogy 74? Az nem kevés egy kicsi... Miért kapok nullát mindenkitől? Mi az, hogy mínuszban van az adóbevételem? Ez mit jelent? Nem vagyok limit fölött. Nem utálnak a hűbéreseim. Mi a büdös élet? Mi ez? Nem tudom, de ott jön 18 000 császári.
Oké, fegyveres kísérletet gyorsan idehozzuk. Arra számítottam, hogy Burgundiát támadja meg, de nem, inkább keresztül mehet el egész Itálián. Azt hiszem, hogy a teljes császári hadsereg lehet, legalábbis ami elérhető jelenleg a császár számára, vagyis amit felemelt a legutóbbi háborúban, mert hülye az, hogy kétszer felemelje a csapatait. Baldoin, van egy marsalstatod, viszont minden más az hülye vagy, szóval legyél tábornok. De ezt imádom, ezt a statozást egyébként gyerekkorban, tehát... A gyerek tényleg képzett diplomata 12 évesen? Vagy 6 évesen volt, amikor megkapta ezeket a B-statokat? Ezt nem tudom, hogy miért nem a traitek befolyásolják csak. Na mindegy. A fegyveres kísérletünkkel és seregünkkel elindulunk... A hadseregünk... Azok ott kik? Segítenek neki a háborúban? Ja igen, nagy keresztény koalíció. A franciák is jönnek. Jól nem megsemmisíteni a seregünket, de valószínűleg nem fogjuk. Viszont mindjárt beér az első adag erősítés 11-én, és 18-án ér be a fősereg a fegyveres kísérletemmel. Na, most szétszúzzuk a császáriakat. Oké, császáriak menekülnek mind. Ez a császári hadseregnek körülbelül a felét el is pusztítottuk, azt hiszem. Aha, 16 ezer emberrel végeztünk, ennek a nagy része császári volt. Elfogtam Blacking grófját. Ki vagy végezve? Gingampi Filbert, a Norman. Ja igen, mert ugye a császár is Norman most. Ó, ott van még 10 000 császári. Oké, fogjuk a fegyveres kísérletünket, fölmegyünk Ravenna felé. A jogos városunk felé. Tényleg azt hiszem el tudnám bitrolni Ravennát, mert van rá gyenge joggal, megtámadhatom volna azért is a császárt. Na mindegy, majd arra is sort kerítünk. Na, azért parraszállásból nem, az sok lenne. Ez tartalmány nem tudja eltartani a teljes hadseregemet. Viszont hogyha a császár meg akar minket támadni, akkor muszáj lesz arra mennünk. Marszikában megy a császári hadsereg jelenleg. Jó, parraszállunk Loritellóban. A császári hadsereg hülye lesz és nem fogja fel ezt a hatalmas cselt, amit éppen bedobok itt. Az Genova? A Langobárd banda, oké. A császár magára ragított egy zsoldosreget, mert nem fizette őket, oké. Nyugodtan. De a hadsereget csökken. Na! Arra meg lerohanta a váramat fél nap alatt, mert nem lehet helyőrséget hagyni. A lány tehetséges és okos. Jó, ez egy jó házasság lesz. Nagy öröklés ekkor a véget ért. Most már birodalom vagyunk és úgyis terjeszkedünk. Legyen egy tehetséges felség inkább a fiúnak, mint valaki, akinek sok földje van. Mármint akinek az apjának sok földje van, mert ugye hozomány nincs a játékban. Na ez a újabb győzelem, 14 ezer császárival végeztünk. Átmegyünk és ostromoljuk Manopellót a hadseregünkkel. Amíg nem jön a tél, addig rendbe leszünk. Matildát rejtélyesen megölt a vérhas. Ha jól hallom, kígyókhoz volt köze. Tetszik, hogy van egy lovas íjászom. Ó, nem van, három is. Három egész lovas íjászom van. Vagy egy lovas íjászom van, mert itt egyet ír. Tehát lehet, hogy van egy lovas íjászom, akit három részt vágtunk és szétosztottunk három sereg között. Na mindegy. Atria miénk? Jó. Sikeresen növeltük a birtokaink számát. Békét nem ajánl, békét nem ígérünk. Akarjunk több mint 10 gyereket, miért ne? Na most. A flottánk javarészét lebontjuk, ami azt illeti így. És a fegyveres kísérletünket elvisszük a francia partokhoz. Ó, a francia lázdóké jelenleg az tartomány, ennek örülünk. Ó, nem ártam, kiosztom a birtokat, jut eszembe. Ups. Elbitoroljuk az egész hercegséget. Szilveszter, megkapod. Jó, ki tudod neki azt a Nidfeud. Nem vártam egy napot, hogy átmenjen birodalmi típusúba a cím, azért. Tartunk össze, hogy nagy lovagi tornát némi hadat üzennénk, addig talán fabrikálunk még egy jogot Nantra. Itt Jeruzsálemi flotta. Van Jeruzsálemi flotta. Nem lettünk újra ambíciózusak. Ugye akkor lettünk ambíciózusak, amikor nem akartunk örökké élni, mert az... Attól, hogy elégedett leszel, amikor nem akarsz örökké élni. Komolyan mondom. Jók amúgy néha ezek a természet feletti események.
Csak ez, hogy egyrészt annyira kevés van belőlük, hogy akkor, hogy inkább idegesítőek, mert így... Ó, most jövök el, hogy mi ez a kép, na mindegy. Tehát így 200 évig nem történik semmi, és akkor egyszer csak meghalsz. Így, oké, köszönöm az csak természet fölötti fluffot. A másik meg ez, hogy néha abszolút ökörségek vannak bennük, ez a... Ó, nem akarok meghívni egy nyugat-afrikai mágust, akinek köszönhetően örökké tudnék élni. Tehát elvesztem az ambíciózus rejtemet. És így, what? Na mindegy, bátrak lettünk. Kanem közben még mindig keresztény? Igen. Fenni baj, nem tudok hozzájuk küldeni még egy papot, hogy legyen inkább frati, legyenek inkább fraticellik. Vagadúba lehet, hogy fogunk küldeni, mert a Vagadú király nagyon erős jelenleg. Van egy 5000 fős fegyveres kísérlete, tehát még pénzzel is rendben van. Egyébként ez, hogy itt jön ki az, hogy a játékban ugye nincsenek rohadt módon modellezve a bányák, termőföldek, semmi. A mari aranybányák nem számítanak semmit. Pedig a korszakban Mali volt a leggazdagabb állam a világon, hála az aranybányáiknak. A férjünk meghal gyanús körülmények között, a második fiunk Hubert örökölte Akvitániát, az első fiunk Balduin örökölte Horvátországot. Oké, okay, valaki megölte a férjünket. Ez nem tudok sok mindent csinálni, utólag nem lehet nyomozni, meg semmi ilyesmi. Balduin nevei a lehető legjobb tábornokunk, kinevezünk egy új Stuartot. És újra kell házasodnunk. Hogyha fiam születik, akkor azt akarom, hogy a dinasztiámhoz tartozzom. Ja igen, itt van a nő a celibátusban élő férjével. Ez a kölyök a lányommal házasodott össze. Itt már mindenki összeházasodott, Sevilla. Ja igen, ennek a nőnek volt először valami divers férje. Rohadt tényleg, hogy már mindenkinek van házastársa, mert a játékban ugye mindenki összeházasodik 16 évesen pontban. 4 éves az kicsit kevés. Bosznia. Ja, igen, Boszniát nem mi tartjuk. Voditi hercegség, Szlavónia, azt tartjuk mi. Összeházasodnánk a férjünk testvérével. Azzal meg tudnánk békíteni talán. Felkérjük, hogy álljon le a tervekkel, és közben megpróbáljuk megölni a feleségét. Hányan segítenek? Nem sokan túlságosan szeretik, fuck. Szilveszter fia már összeházasodott valakivel, egy 18 éves púpos velfel. Szilveszter második fia 7 éves. Szilveszter feleségét meg tudom ölni? Meg. Megpróbáljuk megölni Szilveszter feleségét, és utána összeházasodunk Szilveszterrel. Egy királyságot magunkhoz kötünk. A nikaiai fickónak meghalt a fia, szóval a lánya jelenleg az örökös. Oké. Okay. Nem Hubert, kérem vissza Akvitániát. Én magam fogom eldönteni, kinek hoztam ki. Mégpedig Balduinnak. Ó, Balduin feudális típus, szóval neki nem fogom tudni kiosztani, mi? Jó, lement a lovagi torna. Balduin. Ja, nem tudom kiosztani Balduinnak, mert ő feudális típusú. Mert ríz az... Neked direkt úgy osztottam ki helytartóságként ezeket a tartományokat, most meg egyszer csak átment. Fú, mindegy. Nem tudom kiosztani senkinek ezt a rohadt tartományt. Oké, Hubert, megkapom mégis. Tessék. Ó, hát jobban szeretném, mint hogyha csak simán meghagytam volna az ő kezében. Jó, GG. Ó! Jeruzsálemet megszereztük. Oké. Hogy a büdös életbe? Megválasztották az egy... Ja igen, az egyik rokonom oda vezetett egy kalandozó hadsereget lényegében. Jó, összeállásunk jeruzsálemi királyi fiával. Nantra szerzünk egy jogot. Célunk legyen az, hogy mutassuk be az örökösünket az udvarnak. Neveljük, mármint, hogy neveljük uralkodásra a fiunkat. Fabrikolunk még egy jogot Franciaországra, mert ugye nem Franciaországot támadjuk meg mostanában a francia lázadókat, és amíg az a háború megy, addig lehet, hogy Franciaországra szerzünk egy jogot. El akarunk követelni tőled azt a tartományt, barátocskám. Anjou a horvátoké, Thuár az akvitánoké. Összehívjuk a két királyság hadseregét, mind a két fiunkat. És ezt a 15.000 fős hadsereget megindítjuk, hogy kiostromolják rend. Azt hiszem rendnek ejtik. Közben... Ezt már egyszer teljesítettük, akarjunk még mindig 10 gyereket.
Oroszlán című Balduing a férjünk testvére, a volt férjünk testvére elbitrolt a Horvátország az elsőszülött fiunktól, Balduintól, aki viszont tartja Horvátoszászországot. Jó, itt egy kis pénz, hogy lenyugodj, Balduin. Anquetil sokkal jobb marsal, mint ő, de kinevezzük Balduin marsalnak és Anquetilt tábornoknak. Anquetil lesz ezentúl a hadseregünk vezetője. Ó, ezek azt hiszem a blázadók. Oké, lefagytunk. A férjünk még él. Na viszont, kíváncsi vagyok. Ó, nem ő akarja megölni a férjünket, érdekes módon. Nem is Fulk. Oké, tudom, hogy ki akarja egyébként megölni a férjemet? Mert hogyha tudok róla, akkor leszeretném állítani. Ja, igen, tudom, oké. Csak nem csukhatom le. Már itt lecsukhatom, csak nincs itt a lecsukhatók listáján, mert ez végül is ilyen irreleváns dolog. Lecsukjuk. Elmenekült. Állj le a terveddel, kérlek. Köszi. Azt hiszem éppen legyőztük a császár főseregét, de nem kaptunk belőle warscore-t. Vagy ez volt az, ja, az első csata volt, oké. Ott jön a második csata. Vissza a hajókra. És le Loritellóba. Azt hiszem ez volt az a sereg, amivel okosan megkerült és bemanőverezett a két hadseregem közé konkrétan. Ott jön. Ja igen, nem kapok valami adót. Nem tudom miért. Megnézem, hogy ha ide jövök, mínusz 22-t kapok, miért kapok mínusz 22-t? Nem tudom. Valamiért mínusz 22-t kapok évente. Hogyha valaki ezt tudja értelmezni, ezt megköszönném. Jó, legyőzzük újra a császári fősereget. Ezt ajánlatot már megkaptuk egyszer, igen, elfogadjuk újra. Bár a lányt táboron nevelik, ami nem jó, mert nincs értelme. De nem baj, amúgy is okos mindenben. Jó, bejövünk a másik seregünkre, hogy le tudjuk mészárolni ténylegesen a seregét. Magát a császár nem tudjuk így elfogni sajnos. Tájbolt szerzett egy erős jogot a császárságra, mert jó teljesített a csatában. Ti menjetek vissza ostromolni. Mellém álltak a langobárdok ezúttal, vagy a lombárdok. Kiváltak a menekülő császári seregből. Le vagytok bontva. Mert semmi kedvem egy 800 fő zsoldos kompániát fizetni, amikor a saját csapataim épp elegek a háborúhoz. Jó, Adrit újra megszerezzük. Elbitoroljuk a hercegséget. És azon a napon kiosztjuk Szilveszternek. Úgy. Hadsereg lebontja, igen, akkor nincs is jogom Nantra, fuck! Na mindegy. Ambíció, 10 gyerek. Inkább egy nyertes háború először Franciaország ellen, a gyerekek várhatnak. Franciaország nem vár. Apropó, ellövök egy quicksave-et, mivel megint lefagyunk. Most, hogy legyőztük a császárt. Miért is kapnék egyébként üzenetet arról, hogy valaki ki akar nyírni a férjemet? És az a baj, hogyha meg beállítom az üzeneteket, hogy oké, kérek az ilyenekről értesítést, akkor meg minden lövésem sincs, hogy ki a szerencsétlenről üzenetet fog kapni. Ott egy nő valahogy katolikus lett, Kamuda katolikus egyelőre. Most nem akar baj, hogy katolikusok egyébként, ó, Monferrati Anquetil is az. Nem akar baj, hogy katolikusok, mert úgyis fel kell kérnem mindenkit, hogy legyenek inkább Fraticelli, meggondoltuk magunkat, másik eretnekség. Na. Hadsereget fel a flottára és visszük őket Tuárba. Miféle háború ez egyébként? Herbert Bárót akarják hatalomra juttatni Franciaországban. Ki az a Herbert Báró? Egy Karoling! Az apja Karoling volt, az anyja. Oh fuck. Az anyja egy másik Karoling. Az apja flandriai ágból származik. Az egyik király testvérétől. Az anyja pedig a réteri ágból származik. Ők aztán sosem voltak hatalma, legalábbis már nagyon régóta nem. Ja igen, Vak Bernát óta nem. Ő még a játék kezdetől ült meg bőven.
Jó, és Filbert jobban szeret minket. Ó, most nézem egyébként, a franciák nem örök... A franciák megtartották divers... Van egy csendőröm, hogy erről is tudtam, hogy ki volt, csak megint nem kaptam róla semmi értesítést. Na mindegy, megkötjük újra ezt a házasságot. Mi a büdös életről beszélsz? 37 fölött már nem tudunk szülni, komolyan. Eddig ez 45 volt, nem? Ez a limit. Na mindegy, Hubert, megtartod a királyságod. Na igen, tehát a franciák nem szerezték meg divers Yorkot. Ó, jó. Francia nem szerez... nem vesztették el divers Yorkot for some reason, mert az nem került vissza Írországhoz. Mert ugye Írország csak a jogos Írországot kapta meg most. Állt ostromolja mindenféle fosztogató viking. Takarodjatok a közelemből. Azon gondolkozom, hogy ki volt az a Vak Bernát. Azt hiszem... Itáliai Pipin fia talán? Ja igen, igen, ő lesz az. Na, ezeket szétvertük. Nem tudom, hogy miért pont a jobb szárnyomon van 1500 ember és a másik kettőn 200. Bojan, állj le most azonnal a fiam elleni lázongással. Hol a flotta? Ott jönnek. Kinevezünk egy régenst. Szilveszter. És ennyi. Valószínűleg egyébként arról van szó, hogy ketten meg akarták ölni a férjémet, csak addig nem görgettem le. Értesítés meg ugye nem kaptam róla, mert kapnék. Nántra még egy jog. Követeljük akkor inkább... azt ott. Ahol oroszlán szagú Balduin újra támad. Állj le vele, kérlek. Jó. Leállt. Zseniális. Mi a... Nem. Nem a random, inkompetens, leszbikus nőszemély fog nevelni, hanem a lehető legjobb tábornokunk. Anketil. Jó. Gedwin. Kérem, nántod, de most azonnal, te rohadék. Összehívjuk a fiaink hadseregét. Ismételten Anjou és Tuár. Ezzel a 19 emberrel támadunk. Tárbolt veszti hadsereget, Ettore jobb szárnyat, Etiko a bal szárnyat. Ennek a hadseregnek pedig megadjuk a másik három legjobb tábornokot. Kasztíliai Tankréd, mi történt veled? Szellem lettél? Csak megörögedett egy kicsit és stresszes lett. Oké. A fia Filbert egy kicsit... jobban lebarnult. Ó! Oh. Saludzó, Plovdivi, Balduin meghalt és két fia örökölte a birtokokat. Mind a kettőt meghagyjuk helytartónak. Jó. Miért Nanterre támadta meg Franciaországot, amikor Lászlókat akarta megtámadni Renner? Na mindegy, most már megszerzem magamnak Nantot. Addig te fabrikálj nekem egy jogot túlra. Összekevertem a két tartományt. A Lászlóságet nem verjük meg most, mert ha most megverem, akkor a következő háborúban nem számít a Warscore. Úgyhogy... Menjünk hadsérünkre, menjünk Normandiába ostromolgatni. Bocsi, rossz grófság. Lányom, te legyél kémmester, mert értesz hozzá, remélem, hogy nem fog senkit hátba szúrni. Tiziana kimondottan tehetséges, kár, hogy nem ő lett, kár, hogy nem fiú lett. Jó, a fiunk rohadt nagy adósságban van, ezt nem tudom, hogy hogy csinálni, tessék fiú, mit ér rakás pénz. Ebből említek vissza tudod fizetni. Ezek miféle velfek? Fraticelli velfek, a legjobb fajta velfek. Mindjárt én is ilyen leszek, mint ti. Ami azt illeti, ebben az esetben nem is őket támadjuk. A fickó... Oké, nem irányítja egész Normandiát. Akkor ide jövünk fosztogatni. Ja, már ott vagyunk, oké. Átjövünk ide fosztogatni, ostromolni. Dicsőséges és legitim háborút vívni. Nem amit fosztogatni, mint a barbár vikingek. Férjünk pocsék lett mindenben zseniális. Majd megkérjük, hogy térjen át egyébként, tessék, addig itt egy rakás pénz. Egy rakás 15 pénzről jaj adnak. Tényleg mennyi a bevételem?
Nem kapok adót a üvérseimtől, az nem igaz. Az nem tudom mi. De senkitől, tehát még a klérussal se kapok. Ez komoly. Nem is vagy benne a háborúban. De mindegy, valami ide küldött 300 embert ostromolni Nantot. Ő tartja mondjuk, de... Nem tudom, hogy akar legyőzni pontosan 300 emberrel, de ő tudja. Hát bajóba. Francia király bujkált, egyébként celibátusban él, szóval... Mindenképp az örököse fog örököl... Mindenképp az örököse fog örökölni. Matabarna 2016. Mindenképp ez a fickó fog örökölni. Flandriai folk. Jobb király lenne, mint a jelenlegi. Ott jön a francia fősereg. Franciai, váó, ma sziporkázok. Irány Rouen, elkapjuk őket ott. Háromszoros túlerőben vagyunk, le tudunk bonyolítani egy partraszállást. Főleg a fegyveres kísérletem, mert ugye ők elit katonák. Jó, derékadat megtörtük, az egy hely volt, ahol normális volt a tábornoka. Ja, és ott volt gondolom a legkevesebb ember. Nem figyeltem, de ez így szokott lenni. Jó, miénk ment. Köszönjük. Francia hadsereget ezzel szétszúztuk. Hazavisszük a katonáinkat. Hannibal Lecter megörökölte Karintiát. Elmegyünk a koronázására. Oké. Fiat lecsukta a császár valamikor. Titeket lebontunk. Nem értem én ezt. Most egy pozitív számok vannak, hogy sem nem adódnak össze, vagy mi van? Mindegy. Jó. És most megtámadjuk a lázadókat. Sajnos nem sikült fabrikálnunk még egy jogot. Ismét összeírjuk a fiaink seregeit. És megyünk mind ostromolni ezt a tartományt. Na jó, ti megálltok egy tartományjal korábban. Jó. Közben egyébként valakinek a koronázásán vagyok. Ja, mondjuk nem vesztem a hadsereget, tehát igen, elmehetek végül is koronázásra. A fiam hogy áll egyébként? Kettes a B-statja! Oh yeah! Könyörgöm. De legalább ambíciózus lett. Jó. Pár gyors roham. Hol van a lázadók hadserege? És a bázisuk. A biztonság kedvéért. Na. Azt hiszem 10 000-en voltak, tehát a fegyveres kísérletemnek elméletileg nem fognak kihívást jelenteni. Mármint a fegyveres kísérletemnek és azt hiszem azok az akvitániaiak, az akvitániai seregnek. Beküldjük azért a másik hadseregünket. Ó, itt vannak a diverziorkiak. Konstantinápoly közben virágzik. Nem fogja egy lány tartani Nikelját. Kapja meg inkább Doruleumi Osulf. Tudom, hogy nem a dinasztiából van, de ez van. Jó, te legyél Norman, ennek örülünk. Rajnán egyébként meg tudom nyerni ezt istenverte háborút, mivel befejezdik a lázdás. Ha befejezdik a lázdás, akkor lezárul a háborúm automatikusan. És elvesztem a megszállásokat. Mert jéj! Úgy, és még egy rohamot kérlek. Remek! Megszereztük a fratiseli tartományunkat, Nantot kiosztjuk az akvitániai fiunknak, Hubertnek, vagy mi a neve. Jó anya vagyok, Hubertnek, vagy mi a neve. Szia fiam, Hubert, vagy mi a neved. És mindjárt az érünk a hadseregünkkel, először le akarom őket bontani. Autószélünk, reméljük, hogy nem fagyunk le. Nem tudom, hogy mitől fagytunk le az előbb egyébként kétszer is. Ráadásul bármiféle hibaüzenet nélkül. Na mindegy. Hazaérünk, lebontjuk őket. Hazaküldjük a fegyveres kísérletet. És eretnekséget váltunk. Titokban először katarok leszünk, aztán nyilvánosan. Mármint fraticellik, úgy értem, nem katarok, fraticellik, fraticelli eretnekek. Szóval mindenkinek, hogy a fraticelli eretnekek. Úgy látom, át fognak térni az emberek úgy generálisan. Ja, úgy látom, mindenki belemegy, hogy átterjem. Eddig legalábbis.
papokkal se innen, hogy meg fog gyűlni a bajunk. Ahhoz egy kajak. Ajánljuk fel, hogy mi neveljük. Tudom, hogy pocsék vagyok egyébként diplomáciában, de ajánljuk fel. Jó, ez a nő nem fog áttérni, ez a divers. Strimon. Kitartja Strimon manapság. Jó, ez a nő személy. Jó, ez sokadik Nusairnak a... nem sokadik Nusairnak, Atfunsznak a lánya. Ó, mert ő... mert Atfunsz meghalt, meg az ő fia is. Így került ő hatalomra ott. Oké, már értem. Jó, mindenki megkérünk, hogy ismét térjenek át velünk. A papokat is. Na jó, tudjátok, ettől megkímélek titeket. Oké, végigment a műbérességben, a legfontosabbak átternek. És apropó... nem, nem leszünk katarok. Elfogni az eredeteket, ami tegnap még én is voltam. És apropó, átmegyünk Seduction Focusra teológiáról. Ez még egy 10-es opinion modifier. Ígérünk 5 év békét az országnak, ami azt jelenti, hogy akarunk átéríteni egy tartományt. Haza is hozzuk a papunkat. A papunkat megkérjük, hogy térjen át, de rohadt gyorsan, szintén. Úgy. És megpróbáljuk bevenni a női beájainkat a volt férjünk testvére Balduin ellen. Oroszlán szívű Balduin az egyik legerősebb hűbéres Horvátországban. Jó. Teológiai vita. Sorra térnek át az emberek. Tényleg te így áttérsz? Nem, ő még mindig nem tér át. Ő például katolikus akar maradni. Azt hiszem 2-3 herceg van összesen, akik katolikusok akarnak maradni. Oké. What? Hogy tartottad te meg a hercegséget? Na mindegy, valahogy az ő megtartotta a hercegséget, a Leonit. Nem vagyok olyan biztos, hogy csinálta, de megcsinálta. Ó, el tudom tőle venni a hercegséget. Dolgságot úgyse tartja. Te egy Fraticelli vagy? Egy Fraticelli vagy. Jó, tartozom hozzád, persze. Jó, a Leoni hercegség a miénk, és kiosztjuk a Leoni püspölynek a Leoni hercegséget. A nőszemély, aki eddig pedig itt az érsek volt, mert ugye... mit akartam mondani? Ja igen, mert ugye Katarotnál lehetnek nők papok, őt betesszük alá, betesszük a jelenlegi érsek alá hűbéresnek. Jó, mindenhol áttértünk. Ó, túl messze van egyszerűen a fickó. Ja, mert Saarbrückenbe vezet a hadsereget for some reason. Ott van a horvát fegyveres kísérettel. Ja, mert ugye az emi ugye kinevezte táboronok és berakta oda. Nice. Leonban polgárháború. Ó, és egyen lement a Dimens Limiten, mert ilyenkor lemegy egy a Dimens Limit, hogy át akarsz téríteni valamit. Jó, megkapod a tartományt, Hubert. Most már áttértünk, most már nem fontos. A fiainkat majd felkérjük az áttérésre, amint csak tudjuk. A kadridák között lázdás tört ki. Meg akarják buktatni Al-Mustazir kalifát, merész Al-Mustazirt. Meg tudnám támadni, elkezdhetném megzabálni Egyiptomot. Bár ami azt illeti, azt mondtam, a Balkánra megyünk, mert igen, itt már kezdő. Kicsit durva lenni ez a helyzet, ez a fickó közel hozzá, hogy kikiáltsa magát bolgár cárnak. Elbidroljuk tőle lényegében Montenegrót. Miért nem? Ja, mert cooldownon van a Szent Háború még a németek miatt. Még 2 év még Szent Háborúzni tudunk. Jó, úgy látszik, hogy ezzel nem fogunk semmire menni, mert a fickó hadsereget vezet a pokolisten nyilában. Szóval... kösz. Szóval... rád miért nem tudok? Mert teresek vagyunk. Ó, oké, meg kell várnunk, hogy megszüljük az első fiunkat Ankatiltal, aki Fraticelli lett. Reméljük, hogy fiú lesz legalábbis, ha nem, akkor kivégezzük. Balduin felnővőben van, mennyi a bérstatja? 2! Ó! Oh. Szács tábornok, látszik, hogy egész életében erre neveltük. Nem tudom. Ez a bérstatolás, ez nevetséges. Na mindegy. Még egy teológiai vita. Az összes katart áttérítjük. A bárókat egyébként nem szólítottam fel áttérésre. De szerintem őket nem is kell, majd áttérnek szépen lassan. Jó, Toulouse-ot harcol valakivel.
Toulouse-ban tört ki ezek szerint belső lázadás, mert Akvitánia nem harcol senkivel. Ja igen, ő fogja megökölni ezt a szép német-római hercegséget. A franciákat is egyébként megtámadhatnám, megzabálhatnám magát a Burgund hercegséget. Már úgyis elkezdtünk munkat észak felé zabálni Franciaországon keresztül. Na mindegy, a fiamat egyébként egy nagy katonacsászárnak szántam, csak hát így meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mert kettes B-statja van, ó, remek, stresszes lett! Hubertnek mennyi a B-statja közben? 3, ó, sokkal jobb tábornok vagy. Rajtad is látszik, hogy egész életedben erre neveltelek. Na mindegy. A Monferratiak támadják Ferrarát, oké. Okay. Még egy vita. Te állj le a háborúval, majorkai Turstin. Apropó, az égei szigeteket aztán nem szólítottam fel az áttérésre. De nem, ez Saluzzo. Az égei szigetek. Ja, felszóljuk őket is, hogy térjenek át. Jó, nem mentek arra úgy. Végén meg ilyet szegény császárka. Tényleg a császár helyrehozta a segét, úgy látom igen. És éppen támad Nyitráér. El akarja foglalni a lengyelektől. A lengyelek maradványától, hogy pontosak legyünk. A mógulok stabilizálták a birodalmukat, nem harcolnak senkivel. Ó, de támadnak. Kerszont akarják elfoglalni, pontosabban alávetni. Ja, van egy 4000 fős hordájuk. 4000 fős mongol horda. Megszületett az első fiunk, Jocelyn, viszont mi betegesek vagyunk, úgy látszik. Kinezünk egy új régenst, Bernard, te jó leszel. És Anquetil. Magunk mellé állítjuk. Permanensen. Mi a büdös élet? Hogy lett Szicília független? Mi a büdös élet történt itt? Félrekattintottam volna? Félrekattintottam és véletlenül függetlenséget adtam neki. Fuck. Na jó, ezt korrigáljuk. Észre sem vettem egyébként. Parasztlázdás, ezt egy gyors bebörtönzéssel le tudjuk zárni. Jó. Hűbéresküt teszünk a császárnőnek, átmegyünk vissza magunkhoz. Jó, elfogadjuk Szicília hűbérét, és felkerüljük őket, hogy térjenek át. Na viszont, én nem mondom, hogy már kb. Nyílik is lesz. Ugye ez volt én már a tabarna. Ez vagy már a Crusader Kings 2 északi vihar. Oh yeah. És oh yeah. És találkozunk a legközelebb. Amikor tovább fogjuk folytatni a háborúinkat, a mógulok talán csinálnak valamit ezzel a 3000-es hordával, szerencsére kap a hűbéresítől még 30 embert a kagán. És ja igen, jó esélye, be fogjuk venni Rómát, mert végül is azt akartuk megtámadni Szent Háborúban. Úgyhogy ja, a következő rész érdekes lesz. És hogyha beveszünk Rómát, ki tudom kiáltani a Fraticelli pápát. Szóval találkozunk a legközelebb. Addig is a viszontlátásra.